Átadták a felújított kálósemjéni kállai kúriát, a beruházás 1,2 milliárd forint pályázati támogatásból valósult meg, a kúria az 1920-as évek hangulatát idézi. Ezek a felvételek 2012 őszén készültek, akkor még romosan, kihasználatlanul állt a kálósemjéni kúria, amelyet 1763 körül Kállai György megrendelésére építettek. Most régi új pompájában tekinthető meg az épület és környezete. A kúria mellett többek között a Kállai kápolnát is felújították, emlékműveket és művészeti alkotásokat is elhelyeztek a parkban, hogy a kegyeletüket leróvók méltó körülmények között emlékezhessenek a kállaiakra. Ez pedig már a Kállai családi elmondata latinul, azaz jóban és bal sorsban egyaránt. A rendezvényen jelen volt Semmin Zsolt miniszterelnök helyettes is, aki az egykori miniszterelnök munkásságát, politikai éleslátását méltatta beszédében. A beruházás részeként felújították a Wolkenstein kastélyt, valamint a volt urasági kiszolgáló épületet is, amelyet napelemekkel láttak el, annak garázsa előtt pedig igazi különlegesség áll. A kúria egyik ékessége ez a Ford A-modell, amelyet bárki kipróbálhat, és így négy keréken élhető át az igazi időutazás. Ilyen autóban utazott az egykori miniszterelnök Kállai Miklós is. Az időutazást más is segíti, az 1920-as, 30-as éveket idéző kávézó, amelyben egy különleges herendi kávéfőzőt helyeztek el. A kúriában pedig különleges állandó és interaktív kiállítás is várja az érdeklődőket. A beruházás átadása után azonban még várni kell, a tervek szerint ugyanis május közepétől látogathatóak belülről az épületek. A település polgármesterét köszöntöm, Berica Lászlót, jó estét kívánok! Jó estét. Nagyon sok mindenkinek kedvet csinált a kúria, így a felújítás után ugye hétfőn ünnepélyesen átadták, és a településen egyébként már meg is akarták látogatni az épületet. Így van, nagy örömünkre hétfői napon sikerült átadnunk ünnepélyes keretek között, miniszterelnök helyettes úr megtisztelte a rendezvényünket és ünnepi beszédet mondott. A Kállai család több tagja is részt vett ezen ünnepségen, egyházi méltóságok, világi előjárók. Ennek nagyon örülünk és hála Istennek jó időjárás sikerült kifognunk. Mikor nyílik meg a kiállítás és az egész kúria, mikor fogadhatja a vendégeket? Az első lépésként úgy gondoltuk, hogy az ünnepélyes átadást követően a helybeli lakosoknak szeretnénk bemutatni azt, hogy mit dolgoztunk az elmúlt időszakban, és a mai napon is a általános iskolai gyerekek, óvodás gyermekek is rendezett módon a falu lakossága, a település lakossága ingyen és bérmentve megnézheti a kúriának a fejlesztését. Igen, ezzel kedveskednek egy picit a helyieknek. A későbbiekben milyen szerepet szánnak ennek a komplexumnak? Mindenképpen szeretném azt erőltetni, vagy felhívni arra a figyelmet, hogy Nyíregyháza, Mária Pócs, Nyírbátor, Nagykárolyi tengely vonatkozásában kálósemjén most már szerephez jutott, és ez a délnyírségi tengely, ez egy véleményem szerint egy nagyon meghatározó turisztikai tengelye a megyének. Ilyen szempontból az ide látogatók egy komplex programot kaphatnak, akár Nyíregyházán, akár Nyírbátorban, akár Mária Pócson, akár nálunk, tehát mindenképpen együttműködünk ezen településekkel. Aki hozzánk látogat, az élmény a múlt idézés, nekünk ez a jelmondatunk. Valóban a 20-as, 30-as éveket céloztuk meg, mint turisztikai attrakció, hogy miért is? Azért, mert hogy a egykori miniszterelnök, aki a településen van eltemetve, végső nyughelye 93 óta a mi településünk végrendelete szerint. Ebben az időszakban a településen igen aktív volt, egy mezőgazdasági miniszterként egy élhető települést hozott létre, és ezt a kort, ezt a szellemet próbáljuk felidézni a beruházás révén. Amikor egy ilyen épület megépül, vagy megújul, akkor, ahogyan ön is mondta, a kor szellemisége ott marad az épületben, a kállaiak milyen örökséget hagytak kállósemjénre? Mindenképpen a település arcát, ez most visszakapta a település az elmúlt egy év alatt. A településnek eddig a véleményünk szerint nem igazán volt arca, mindenki csak átutazott a településen, és nem tudta, hogy milyen értékeink vannak. A kállaiak, a mi
mostani életünkben azért elég jelentős lenyomatot hagytak. Azt mindenképpen szeretném elmondani, hogy a család tagjai az elmúlt időszakban nagyon sok mindent ajánlottak fel a kúriába, tehát szeretnék azokat az értékeket megmenteni, ami az ő birtokukban van. Természetesen tiszteletben tartjuk a nyíregyházi kállai gyűjteményt, annak hagyatékát. Nagyon örülünk a kállai ház felújításának a családdal együtt, és támogatjuk azt. Említette polgármester úr, hogy ezen a bizonyos turisztikai tengelyen Kállós Emjén egy meghatározó pont lehet, tehát a turisták vagy az idegenforgalomban a vendégek megállhatnak Kállós Emjénben, betérhetnek a kúriába. Előbb-utóbb igényük lesz arra, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz ott helyben is hozzáférjenek. Gondolkodnak-e abban, hogy tovább fejlesztik ezt a turisztikai fonalat, vagy ezt a turisztikai irányvonalat? Mindenképpen. A mostani top források is, amelyek majd a közeljövőben, vagy már most nyitva vannak, ezek mindenképpen egy település vezetését, egy ilyen attrakciónak a úgymond gazdáját, azt mindenképpen arra ösztönzik, hogy folyamatosan megújuljon. Jelenlegi funkcióink tekintetében ki tudnám emelni azt, hogy van egy kávézónk, ami folyamatosan nyitva lesz tartva, van egy rendezvénytermünk, amely adott esetben egy 200 fő befogadására alkalmas konferenciateremként is funkcionálható, és van egy gyönyörű szép parkunk, ami szabadon látogatható, és emellett természetesen egyeztetve a megyével mindenképpen vannak elképzeléseink a jövőt illetően, hogy ezt a beruházást, vagy ezt az attrakciót tovább fejlesszük. Természetesen emellett a helybeliek is felismerték a kúria adta lehetőségeket, és a vállalkozások, a helyben élők, azok mindenképpen arra ösztönzik önmagukat is, hogy ezt kihasználva a maguk területén is szolgáltatásokat tudjanak nyújtani. Milyen jellegű szolgáltatásokra gondolhatunk, vagy mit tudnak ott elképzelni saját maguk számára a vállalkozások? Az elmúlt időszakban pályázati formában önerő bevonásával a falusi turizmus az elkezdett nálunk is fejlődni, és mindenképpen ebben az irányban tudunk egy elmozdulást tapasztalni. Nagyon erős Kállóseményben a szolgáltatóipar, tehát a különböző szolgáltatások, boltok, hogyha a településen átmegy valaki, akkor bolt hátán adott esetben. Mindenképpen azt szeretnénk elérni, hogy a Mária út révén azt a kerékpár utat, ami Kállósemény határáig ért, azt mindenképpen összekapcsoljuk legalább Mária Pócsa. Ez mindenképpen szükséges a település közbiztonság vagy biztonság érdekében is, és szerintem turisztikai generáló ereje is lehet mindennek. És ráadásul a helyi termékekkel is előállhatnak a helyi lakosok. Polgármester úr, gratulálunk a Kállai Kúria felújításához. Köszönjük szépen, hogy itt volt nálunk.